Nagyon sok szeretettel köszöntöm nézőinket. A Szentendrei Női Kézilabda Egylet sikert sikerre halmoz, mind teremben, mind pedig homokon. A felkészülésekről, a meccsekről és az eredményekről beszélgetünk most a csapat két kapusával, Kókai Ágival és Vitovszky Veronikával, akiket nagyon sok szeretettel köszöntök itt a stúdióban. Köszöntjük mi is a nézőt. Sziasztok! Lányok, köszönjük szépen, hogy eljöttetek hozzánk, és elfogadtátok ezt a meghívást. És hát akkor egy kicsit így tekintsünk is vissza a 2021-22-es szezonra. Ugye májusban két fordulóval a vége előtt lettetek bajnokok, mert ugye április 29-én itt a Móricz gimiben megvertétek a Gödi Esse együttesét. Így bebiztosítottátok az első helyet a tabellán. Nos, hát akkor ez az előző szezon, ezt hogyan foglalnátok össze? Hogy éltétek meg ti? Úgy gondolom, egy hosszú, nehéz szezon után vagyunk. A célunkat elértük, az volt a célunk, hogy bajnokságot nyerjünk. Igazából NB1B-be is felmehettünk volna, de az osztályozó akkor volt, amikor már Palermóba strandkézi EBT Finals-en voltunk, úgyhogy igazából a célt elértük. Veronika, neked milyen volt, meg hát, hogy most vagy itt nálunk, úgymond először, és hát azért téged is kicsit mutassunk be, ugye te vagy Ági mellett a másik kapus. Igen. Hát nagyon hosszú év volt, és ugye a végéig meccs veszteség nélkül meneteltünk, az utolsó meccsen bakisztunk, ott kaptunk ki egyedül, illetve két döntetlenünk volt, de amit kitűztünk, azt elértük, és idén is ugyanez lesz a cél. És hát ugye májusban elindult a szezon, a nyári szezon, tehát ahogy kijöttetek a teremből, akkor sem volt leállás. Hogyan készültetek igazából a strandkézi labda meccsekre, mérkőzésekre, így a teremből mennyire volt nehéz átállnotok? Hát április 29-én itthon játszottuk az utolsó előtti bajnoki meccsünket ugye a Göddel, és utána egyből este indultunk ki Zágrába egy EBT tornára. Az egy kicsit nehézkes volt, elég sok meccs is volt, de úgy gondolom, hogy felkészülésnek nem volt rossz. Csak utána hazajöttünk, utána volt még a következő hétvégén az utolsó bajnoki mérkőzésünk, ahol sajnos a DK-tól kikaptunk. És így, hogy az ugye tényleg itt teremben játszottatok eddig, utána pedig kimentek homokra. Ez azért megnehezíti ilyenkor a meccseket, hogy így egyik pillanatban a másikra át kellett állni? Hát mindig nehéz az elején átállni, meg ugye a nyár vége fele visszaállni terembe, de már jó pár éve csináljuk, úgyhogy most már így hozzászoktunk, hogy felváltva üzzük a kettőt. És hát ugye említetted is, ugye Ági volt az EBT tornátok Zágrábban, majd pedig ugye tovább mentetek Hollandiába. Ezt az időszakot, ezt hogyan foglalnátok össze? Hát Zágrábban is jobb eredményt vártunk volna, ott sajnos negyedikek lettünk. Majd Hollandiába is egy elég magas pontszámú tornán vettünk részt, ott sajnos az ötödik helyet sikerült elérnünk. És mit gondoltok, hogy ez mitől alakult így, vagy épp mi az, ami így van gátolt titeket, vagy mi az, ami épp előre lendít ilyenkor egy-egy mérkőzésen? Hát eleve szerintem nehéz volt ugye szinte egyből teremből visszaállni strandra, mondhatni edzés nélkül, mert kettőt vagy hármat edzettünk Hollandia előtt, úgyhogy ilyenkor a nyár eleje mindig nehéz, de utána szépen lassan fel tudtuk építeni így a nyár végére. És hát ugye volt egy másik komoly mérkőzésetek, az EBT Finals, ugye Palermóban, ahol szoros küzdelmek után az ötödik helyet értétek el. Ezt a mérkőzést hogyan értékelnétek, vagy hogy éltétek meg? Hát mindenképp fájdalmasan, hogy nem sikerült nyernünk. Igazából a dobogó volt a cél, amit nem sikerült sajnos elérnünk. És ilyenkor ugye, tehát egész nyaratok az edzésekkel telik, mérkőzésekkel egyik helyről a másikra mentek. Ilyenkor mennyi idő jut akár arra, hogy kicsit pihenjetek? Vagy hogy néz ki egy-egy felkészülés közötti időszakotok? Hát most pont jól jött ki, mert EBT után plusz egy napot ott tudtunk lenni, úgyhogy ott volt egy kis pihi meg nyugi, de egyébként ugye nehéz, mert általában a hétvégék azok foglaltak, úgyhogy azért a családdal kevesebb időt tudunk tölteni, de amikor szabad hétvége van, akkor is velük vagyunk, meg nyaralunk. És nálad, Ági, te ezt hogyan szoktad megélni, vagy mennyire hiányzik úgymond ilyenkor az itthoni légkör?
Hát most a végére már azért elég hosszúra sikerült ez a nyár, de volt közte 2 hét pihenünk. Egyébként minden héten edzettünk és készültünk a hétvégi tornára, ami általában 2-3 napos volt, és akkor már mindig csütörtökön vagy pénteken elutaztunk. Hát ugye nem csak külföldön léptetek pályára, hanem itt a hazánkban is, az egyik az ilyen Budapest Cup EBT mérkőzésetek volt, és hát ugye a Magyar Kupa is. És itt pedig az utóbbi nál pedig szintén ugye nagyon szép sikereket értetek el. Magyar Kupán ugye elég szokatlan csapattal léptünk pályára, hiszen 2 újoncot kellett beépíteni, akiket így utolsó pillanatban tudtunk hívni, hiszen a válogatottak távol voltak világverseny miatt. Úgyhogy ahhoz képest, hogy 2 újonc játékossal léptünk pályára, szerintem nagyon jó eredményt értünk el. Itt mit sikerült? Milyen érmet szereztetek? Magyar Kupán 3. lettünk. És hát ugye még ezek mellett akár a Balatonboglári vagy a Salgótarjáni mérkőzéseket is említsük meg, ugye a Salgó Cup EBT, ott pedig hát a torna legjobb kapusa lettél. Ez hogyan ért téged, vagy ez a megtiszteltetés, ez mit jelent számodra? Hát igazából annyira nem szoktak ezek a dolgok megérinteni, én mindig azt mondom, hogy inkább a csapat érjen el jó eredményt, nem egy külön díj. Azért tényleg ti vagytok a csapat kapusai. Ti hogy érzitek, hogy nagyon sok rajtatok a nyomás, vagy akár ezt nem tudom, hogy meg szoktátok utána beszélni, hogy mondjuk rajtatok mennyi múlik, vagy hogyan áll össze ez a fejetekben, hogy ti vagytok a kapusok? A védőkkel nagyon összhangba kell lenni, de ezt folyamatosan meccs közben próbáljuk a védőkkel lekommunikálni, hogy ugye hogy sáncoljon a védő, vagy hogy ugorjon, hogy nekünk jó legyen. Általában nagy részt meg szoktuk tudni oldani ezeket a problémákat. Van olyan egy-egy meccs, amikor sehogy se áll össze a kép, de akkor azt valahogy ki kell bekelni, és akkor utána jobb lesz. És például ugye ti, tehát hogy mindenketten kapusak vagytok, ti egymással is szoktatok akár így külön kommunikálni, vagy egy-egy meccset ketten így kiértékelni, hogy mi volt a baj, vagy ti egymás segítitek ilyenkor egy-egy meccs után? Igen, meccs közben is ugye egymás mellett térdelünk, és igazából mindig meg szoktuk beszélni, hogy a játékos mit csinál, vagy hova menjünk, tehát mi is mindig egymás között megbeszéljük meccs előtt is, meccs után is. És egyáltalán az, hogy ti kapusok lettetek, meg hogy tényleg így a kézilabdával foglalkoztok, ez honnan jött nektek? Mert ezért még erről nem nagyon esett szó, úgyhogy meséljétek el, hogy mikortól játszottok itt, és hogy pont ez a kapus poszt lett a tiétek. Hát én 11 éve kézilabdázom, és onnantól kezdve vagyok kapus. Nevelőedzőm mondta, hogy 2 kapu volt, és csak 1 kapus volt edzésen, hogy akkor álljak be kapuba, és látta, hogy hát elég jól mozgok, úgyhogy akkor én ott maradtam ezen a poszton, úgyhogy azóta is ott vagyok. Én 2015 óta játszok itt Szentendrén, de előtte is már 2013-ban játszottam itt 2 igazolással. És én még 12-3 évesen lettem kapus, hogy elmentünk edzőtáborba, és feltörte a cipő a lábamat, és akkor mondták, hogy ne vegyek fel cipőt, hogy 1 kapus volt, álljak be a másik kapuba, és akkor így ott ragadtam. Ezek milyen érdekes történetek, legalább ezt is megtudhattuk rólatok. És akkor még kicsit így erről a témában, hogy van-e olyan sikeretek esetleg, azért már tényleg régóta játszottok itt a Szentendrei NK csapatában, van-e olyan siker, amire ti büszkék vagytok így a pályafutásotok alatt, amit kiemelnétek az elmúlt évekből? Hát egyet így nehéz részemről. Az összes sikerre büszke vagyok, amit elértünk a csapattal, és tényleg nincsen egy olyan kifejezett kedvenc torna, vagy legjobb, amire azt mondom, hogy az tényleg megmaradt. Hát nekem sincs terembe talán most ez a idei szezonban, hogy sikerült megnyernünk a bajnokságot. Hát strandkéziről meg én se tudnék mondani nagyon sok. Kanyarodjunk akkor egy kicsit vissza, ugye augusztus 7-én Vonyarcvashegyen volt szintén egy bajnokságotok. Itt ugye az ezüstérmet hoztátok el, ami ugye szintén egy nagyon-nagyon szép eredmény. Ezt a napot ti hogy értékelnétek, illetve hogy mennyire volt a másik csapat ellenfél? Ez volt az országos döntő, tehát a nyárnak a lezárása. Őt a OVB Beach Girls-el játszottuk a döntőt, akit a csoportmeccsen sikerült megvernünk.
a döntőbe sajnos szétlövésbe kikaptunk. Volt néhány érdekes bírói döntés is, de mi se játszottunk a legjobban, tehát voltak hibáink. Így sikerült a második helyet megszereznünk. És azért nem menjünk el amellett sem, hogy Szentendrei NKL-nek más eredményei is voltak, tehát a csapat tagjai voltak külföldön is, ahol nagyszerű sikereket értek el. Kik még a ti büszkeségeitek, ha lehet így mondani? Ja, a Fribesz Fanni, meg a Tóth Mesi, a válogatott tagjai, illetve a Braun Csenge is. Ők voltak idén Görögországban világversenyen, illetve Prágában is, és jó eredményeket értek el nagyon. Mit gondoltok, hogy miben rejlik a ti csapatotok ereje? Úgy gondolom, hogy egy összetartó kis brigád vagyunk. Mindenki szerintem szeret mindenkit, jó közösség van, mindenki támogat mindenkit, a magja régóta együtt játszik, szerintem ebben. Télisek vagyunk. Igen. És hát most azért egy kicsit felélegezhettek, mert most lehet így mondani, akkor szünet van. Ilyenkor ez mivel telik? Tehát most is edzettek, készültök, vagy ez most tényleg már csak a pihenés és a lazulásról szól? Múlt hét hétfőn kezdtük el már terembe a felkészülést, és akkor úgy utaztunk utána az országos döntőre, és most hétfőre kaptunk egy szabadnapot, és kettől most ugyanúgy készülünk tovább, terembe alapozunk. És hát akkor ugye mondtad is, hogy a teremben már készültök. A 22-es, 23-as szezonra hogyan álltak neki, tehát hogy mikor lesz már mérkőzésetek, erről lehet-e tudni esetleg? Igen, szeptember 11-i hétvégén kezdjük a bajnokságot, és az egy hazai mérkőzés lesz. Hát szeretnénk megnyerni a bajnokságot. És milyen más tervetek van még, akár így csapatterileg, akár így egyénileg is? Hát nyaralásra már nem sok idő van, maximum egy ilyen egy-egy napok. Lesznek edzőmeccsek ugye, még mielőtt elkezdődik a bajnokság, úgyhogy azokra készülünk, meg hát próbáljuk összekovácsolni az újabb csapatokat, a maggal, a csapattagokat. Aki neked van még bármilyen terved, vagy hogyan állsz neki a következő szezonnak? Hát nincsen, nagy reményekkel. Reméljük, hogy sikerül a célunkat elérni. Lányok, hát nagyon szépen köszönöm, hogy összefoglaltátok így az eddigi szezont, és hát szívből kívánok nektek sok sikert a következő meccsekhez, felkészülésekhez, és még egyszer köszönöm, hogy eljöttetek hozzánk. Köszönjük szépen a meghívást. Önöknek pedig köszönjük szépen a figyelmet. Viszontlátásra!